a mostani videóban azt fogom nektek megmutatni, hogy hogyan kell a murva fürtöt, vagy más néven bugenvilliát visszametszeni. Mint ahogyan látjátok, ez a példány most így tavasszal nem fest túl jól. Ennek igazándiból annyi az oka, hogy 7 foknál kevesebb volt a hőmérséklet a garázsban, ahol telelt, és emiatt a leveleit lehullajtotta. De ez nem egy ritka jelenség, nagyon sok helyen előfordul, nem kell ettől megijedni, hiszen tavasszal, főleg ha egy picit visszametszük, szépen hozni fogja a hajtásokat, és ami a legfontosabb, a virágait is. Mutatom, hogy mire kell nektek figyelni. Ez egy fiatal bugenvilja, lehet látni, hogy 3 fő ága van, 1, 2, illetve 3. Éppen ezért azt szeretnénk, hogy bokrosodjon, hiszen minden egyes ág végén hozza ő a virágait. Éppen ezért körülbelül itt elkezdem visszametszeni. És itt akkor el is metszem a tetejét. Az elszáradt virágok maradványait is érdemes ilyenkor eltávolítani. Még lehet látni, hogy él a növény, hiszen zöld a belseje a szárának, és amint jön a jó idő, onnantól kezdve szépen hozni fogja a virágait, itt pedig innen fogjuk metszeni. Ezt a részét is levágjuk, illetve ezt a virágmaradványt is. Eltávolítom itt az alsó száraz részeket is, így mi ezzel meg is vagyunk, még egy utolsó száraz levél, és gyakorlatilag innentől kezdve meg van metszve a mi kis bugenvilliánk. Amire érdemes még tavasszal figyelni, az, hogy érdemes a földnek a felső rétegét cserélni. Milyen földet szeret a bugenvilja? Hát leginkább az enyhén savanyú földet szereti, ez azt jelenti, hogy a hortenzia föld, a savanyú hortenzia föld az túl erős neki, az általános virágföld meg túl gyenge, éppen ezért a kettő keverékét egy az egy arányba szoktam én alkalmazni. Ehhez annyi dolgunk van, hogy a tetejét a virágföldjének, azt szépen leszedjük, és belerakjuk, és ehelyébe ezt az új virágföld keveréket rakjuk, és azt meg fogja hálálni, hiszen ekkor hozza a legtöbb virágot. Kiszedtük az összes földet, utána pedig belerakhatjuk ezt az egy-egyben hortenzia, illetve általános virágföld keveréket a cserébe. Ha esetleg azt látjátok, hogy túl kicsi neki a cserép, ilyenkor érdemes egyébként átültetni. Szintúgy érdemes az átültetésnél is ezt a fajta virágföld keveréket használni. Felmerülhet bennetek a kérdés, hogy mikor érdemes kitenni a bugenvilliát a teraszra, hiszen hát mégis egy virágzó mediterrán növényről van szó, és a leander már sokaknál kint van a teraszon. Én azt mondom, hogy érdemes megvárni azt, amíg elmúlnak az éjszakai fagyok, és nappal is legalább olyan 7-10 fok körül az átlag hőmérséklet alakul, azt meg fogja hálálni. Természetesen, mivel a növény majd most kezd hajtani, itt is nagyon figyelni kell arra, mint a többi balkon növénynél, hogy fokozatosan szoktatjuk ki a napra. Tehát ez azt jelenti, hogy először árnyékba tesszük, fél árnyékba, majd hogyha már a növény ezt jól tűri, akkor ki lehet tenni rövidebb ideig, néhány nap múlva, esetleg egy hét múlva a napra, és azt meg fogja hálálni. Ekkor érdemes elkezdeni egyébként a tápoldatozását is, körülbelül 2 hetente kell neki adni virágtápoldatot, illetve figyelni kell az öntözésénél is, hogy óvatosan mindig a tövénél öntözzük, nem szereti a pangóvizet, mindig akkor öntözzük, amikor éppen már majdnem hogy száraz a földje. Hogyha eddig nem tettétek, kövessétek az Édenkert TV YouTube csatornáját, iratkozzatok fel hírlevelünkre, és látogassatok el Facebook oldalunkra is.